A szakmai tanácskozás célja a szóban forgó cselekvési terv végrehajtásával kapcsolatos javaslatok megvitatása volt. Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke és a régiók bizottságának tagja szerint a tagállamoknak gyakorlatba kell ültetniük az élőhely védelmi irányelvekben megfogalmazott kötelezettségeket, ezeket pedig helyi stratégiák kidolgozásával és a regionális, valamint helyi önkormányzatok bevonásával kell megvalósítani. Az igazság, hogy ha ma meg se tartottuk volna az eseményt, akkor is elértünk volna egy komoly eredményt, hisz közétett a minisztérium közvitára bocsátotta a medve és a farkas menedzsmentjére vonatkozó tevékenységi tervet, és ezáltal most már megint lett téve egy lépés azért, hogy ezen két védett faj és az ember konfliktusa, illetve hát az összes ezzel kapcsolatos gondok, problémák ügyében kinek milyen szerepe, kinek milyen feladata van. Emellett nagyon fontosnak tartottuk az Európai Unió Régiók Bizottságának a kihelyezett eseményét itt megyénkben, mert ezáltal is látszik, hogy van most már kezd lenni több hónapos kínlódásunk, egy fokozatos, sorozatos tevékenységek mentén figyelem, és az, hogy elküldték az Európai Bizottság egyik vezető emberét, aki a környezetvédelemmel foglalkozik, hogy helyszínen tájékozódjék, az a bizottságnak is megmutatta, hogy az álláspontját, hogy érdekli őket, és jó volt hallani a bizottsági embertől, tehát ez a másik eredmény, hogy igenis rá lassan kezdik Brüsszelben felismerni, hogy lehet, hogy tőlünk kéne tanuljanak azok, akiknél vannak nagyvadak, hisz még más sok európai országban kiirtották az összes védett állatot, nagyvadat az első félelemre, addig nálunk ezek az egyedeknek a száma növekedett, és fejlődik a populáció. Tehát nem csak megtartottuk a populációt, hanem számbelileg is bővült, növekedett. Azon kívül fontos volt, hogy most ezen a beszélgetésen ott volt minden fél. Általában az elmúlt években azt láthattuk, hogy mindig csak egyik fél volt jelen, és most jó, ott volt mindenki, és mindenki azt mondta, hogy hasznos volt a tanácskozás, tehát a párbeszéd útján sikerült lépni, és én nagyon fontosnak tartom azokat a gondolatokat, amiket elhangzottak, és bízom benne, hogy a következő lépésekre is, hisz ezzel még nem oldottuk meg a problémát, de megint tisztáztunk, megint próbáltunk közelebb hozni különböző érdekeket, és egyértelmű, hogy a Románia kormánya, ezen belül a Környezetvédelmi Minisztériumnak a döntéseit, azt meg kell hoznia, és az intézkedéseket, illetve az is egyre inkább látszik, hogy a törvényeket is kell módosítani Romániában is, hogy az emberélet legyen fontos, és az unió számára is tanulságos, hogy igenis kompenzációra van szükség, olyan plusz forrásokra, amit nekünk ez a helyzet költségként, fájdalomként, vagy bármilyen egyéb hátrányt okozóként megjelenik. Úgyhogy mindenkinek a mai tanácskozás után van tanulnivalója, és van teendője, úgyhogy nem adjuk fel, folytatjuk. Umberto Delgado Rosa, az Európai Bizottság környezetvédelmi főigazgatóságának képviselője elmondta, minimalizálni kell a konfliktusokat. A biztos szerint folytatni kell a párbeszédet az érdekelt felek között. Mint mondta, együtt kell kidolgozni a megelőzési és a kártérítési terveket a helyi lakosokkal. Vannak alapok, amelyeket a Natura 2000-es területek fejlesztésére lehet használni. Ezeket jobban ki kell aknázni. A konferencia szerepe, hogy segítse a jó együttélést a természet és az ember között. Jelen esetben a nagy ragadozók és az ember között. Ez nem mindig könnyű, mindannyian tudjuk, de európai példákból tudjuk azt is, hogy lehet találni megoldást, meg lehet tanulni, léteznek alternatívák. Nem utolsó sorban ez az együttélés hasznos is lehet, sőt, akár gazdasági szempontból is hasznos lehet, főleg ha az ökoturizmusra gondolunk. Szép Róbert, a Románia országos környezetőrségének főbiztosa, a minisztérium által elfogadott cselekvési terv kapcsán elmondta, nehezen született meg, viszont egy valós problémára igyekeznek megoldást biztosítani, és a közvita után rövid időn belül igyekszik elfogadni a minisztérium a tervet. Mi a stratégia kidolgozásában is többször is konzultáltunk a megyei tanáccsal.
A megyei tanács egy jelentős segítséget nyújtott nekünk, mint minisztérium a döntéshozatalban. Igenis, a megyei tanács és a Hargita megyei politikusok ott voltak mellettünk, amikor a döntéseket próbáltuk megfogalmazni. Igen, akkor is, mikor a stratégiát készítettük el, hiszen ez a menedzsment terve stratégiai tervezés tulajdonképpen egy rövid középtávú stratégiai tervezés, és az ilyen típusú konferenciák, az ilyen típusú megbeszélések teljes egészében megsegítik a döntéshozásban a minisztériumot és minden érintett felet. Mikor a várható konkrét menedzsmentet? 30 nap a közvita, a közvitát lehet hosszabbítani kérésre, meg ha olyan javaslatok fogalmazódnak meg, amely által ugye terjeszteni kell, vagy módosítani kell az adott dokumentumot, akkor még el tud húzódni egy kicsit, de tulajdonképpen záros határidőn belül igyekszik a minisztéri rendelettel elfogadni a stratégiát, illetve a menedzsment tervet. A konferencián a civil szervezetek képviselői is jelen voltak, és hozzászóltak a panelekben elhangzottakhoz. A konferencia szerepét elsősorban abban látom, hogy egy asztalhoz ülteti a témában érdekelt szereplőket, és megfelelő hangulatot teremt ahhoz, hogy civilizáltan, nyugodtan megbeszéljék a kényes kérdéseket. Ez azért is nagyon fontos, mert ebben a témában olyan intézmények, szervezetek állnak egymással szemben, vívják úgymond saját harcukat, amelyek mind hisznek abban, amit csinálnak, meggyőződéssel végzik munkájukat. Mondhatjuk, mindenki erősen védi saját igazát. Ilyenkor nagy szükség van egy olyan közegre, egy olyan moderátorra, aki objektíven tudja irányítani a beszélgetést, kordában tudja tartani az indulatokat, segíteni tudja a párbeszéd kialakulását. Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője szerint a témában két főcsoport hallatja leginkább hangját, akik az urbanizáció mellett érvelnek a biodiverzitás rovására, és akik a biodiverzitást védenék, figyelmen kívül hagyva az emberi tényezőt. A képviselő szerint azonban a legtöbben azok vannak, akik a kettő közötti racionális megoldást támogatják, viszont ők a legcsendesebbek. Hozzátette, olyan szabályokat kell bevezetni, amely révén elkerülhetőek a szélsőségek. Táncos Barna, RMDSZ-es szenátor, szintén a Natura 2000-es területek és a hálózatok fejlesztésére hívta fel a figyelmet. Nem mérheti a Natura 2000 ugyanazzal a mércével a nyugati EU-s tagállamokat, mint a később csatlakozó keleti államokat, hangsúlyozta a Hargita megyei szenátor.